Köszöntöm kedves nézőinket! Önök Művészváros című magazinműsorunkat látják. Mai adásunkban a legfrissebb helyi régészeti eredményekről láthatnak egy beszélgetést, majd a Borsos-Lőrinc alkotópáros új kiállítására is ellátogatunk, és azt is megtudhatják, hogy ki volt a Csevej Immánuel estek 99. vendége. Tartsanak velünk! Több koraavarkori sírt találtak a Ferenci Múzeumi Centrum régészei a leégett Spár területén. A legfrissebb régészeti eredményekről beszélgetünk a következő percekben. Sok-sok szeretettel köszöntöm a nézőket, mai vendégeimet is nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Décsi Enikőt, feltárásvezetőt, régészt, a Ferenci Múzeumi Centrumnak a munkatársát, és dr. Rajna Andrást, régészt, a Ferenci Múzeumi Centrum osztályvezetőjét is. Hol tart most a sírhelyeknek a feltárása, mennyi sírhelyet találtatok eddig, mennyi sírgödröt tártatok fel? Még jelenleg is folyik a gépi földmunka, tehát még nem értünk a teljes beruházási területnek a még nem értek véget a földmunkák, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy összesen hány temetkezés vagy bármilyen más régészeti korú objektum fog előkerülni. Jelenleg körülbelül a munkaterületnek a háromnegyede van kész, amit ők eddig leszettek nekünk. Jelenleg körülbelül a 230. objektumnál tartunk. Ennek a legnagyobb része temetkezés, viszont az elmúlt néhány napban úgy tűnik, hogy a temetkezéseken kívül más objektum típusok is kezdenek előkerülni, gödrök. Ez még egyelőre bizonytalan, hogy a temetkezésekkel konkrétan kapcsolódnak-e, vagy esetleg egy más korszaknak az objektumai lesznek. Úgyhogy még folyamatban van a földmunka. És miből lehet kideríteni azt, hogy ezek a gödrök mikoriak, mire használták őket, milyen célt szolgáltak? Hát majd a fellesztárva akkor fogjuk tudni. Ez a terület, ez a római temető néven van a topográfiában, így ismerjük, és a római temetőre is számítottunk ugye itt a környéken, de a próbafeltárásnál, a nyári próbafeltárásnál már kiderült, hogy avartemető részlet lesz. Azt tudjuk, hogy a római temető az ott a lakópark, a vasúti villasori lakópark alatt húzódott, ott több sírt is feltártunk annak idején, amikor az épült, és hát itt is lehet, hogy az avarsírok között esetleg lehetnek római sírok akár, vagy egyéb objektumok, de Szentendre egészére igaz, ami ma is, hogy egy nagyon kedvelt lakóhely volt a történelem során. Egészen a bronzkorból, sőt még a rézkorból is vannak, a Krisztus előtti 4.-5. évezredből is vannak leletek, úgyhogy bármi lehet bárhol. Az sem kizárt, hogy mondjuk itt a síroknak ezeket a helyszínen is jól látható, hogy majdnem mindegyik ki van rabolva, hogy mondjuk a rablógödrök foltjait is sikerül azonosítani. Úgyhogy ez most teljesen olyan ez a helyzet, hogy ami fel lesz tárva, akkor majd fogjuk tudni, hogy milyen korú és mi van benne, addig minden bizonytalan. És tulajdonképpen mi az, amit eddig találtatok a sírgödrökben? Hát alapvetően az már megállapításra került, hogy valószínűleg egy köznépi temetővel van itt dolgunk, tehát amellett, hogy a sírgödrök legnagyobb része tényleg ki van rabolva, vagy érte valamilyen korabeli bolygatás, azt vesszük észre, hogy azok a temetkezések, amik kevésbé bolygatottak, vagy teljesen épek, azok is elég melléklet szegények. Ez azt jelenti, hogy vagy semmit nem tettek az elhunytak mellé, vagy csak egyszerű használati eszközöket találunk mellettük, például vascsatokat, vaskarikákat, vaskéseket, illetve most még egy-két néhány ilyen szegényes ékszertípus, mint fülbevalók előkerültek az utóbbi napokban. Arra lehet következtetni, hogy eredetileg mik lehettek a sírokban? Hát a teljesen kirabolt sírok esetében maximum gyenge feltételezéseink lehetnek arra vonatkozólag, hogyha megnézzük a sírgödörnek a szerkezetét vagy a jellegét, milyen méretű, milyen mély, akkor esetleg lehet következtetni arra, hogy lehet, hogy ott valami értékesebb dolog is lehetett, de nyilván mivel nem nagyon találunk semmit ezekbe a gödrökbe, ezért ez nagyon bizonytalan bármit is erre mondani. Milyen mélyre kell ásni ilyenkor? Hogyan zajlik a munka? Hát ez úgy történik minden esetben itt Szentendre belvárosában is, hogy a felső kevert földréteget azt markolóval távolítják el.
Ez egy elején nagyon durva, aztán nagyon precíz munka, tehát a markolósnak nagyon ügyesnek kell lenni, mert azt a felszínt, ahol jelentkeznek az objektumok, azt végig kell borotválni, így használjuk mi is ezt a kifejezést. Tehát ott már tényleg csak egy néhány millimétert vagy centimétert szed le a markolókanál. És amikor ez a kevert földréteg eltűnik, akkor az altalajba, ami hát jó esetben ilyen sárgás szürkés színe, abban megjelennek foltok, ezek a beásások, legyen az gödör vagy sír. Már az alakjából nagyon sokat lehet tudni, tehát a sír az ugye jellegzetes, szögletes alakú. Egy ház az ugye általában szabályos, nagy, akár téglalap, akár négyszög alakú lehet. Az általában a történeti korokban a hulladékgödrök meg mindig ilyen kerekek voltak. Tehát, hogy ez már ez a forma is valamennyit segít. Ha esetleg egy újkori beásás van, az is jól látható, hogy egész más színű, más formájú, mint ami a régészeti objektum. Az a legtöbb esetben már hozzá se nyúlunk, mert tudjuk, hogy nem érdemes rajta keresni. Ez a szint itt Szentendrén olyan másfél méter itt ezen a területen, amennyit a markolónak el kell távolítani. Utána jön ez a bolygatatlan altalaj, amiben látszanak a sírfoltok. A talajszint az avarkorban, akár a római korban is, ez nagyjából ugyanaz lehetett a járószint, mint ma. Tehát, hogy innentől elkezdve, tehát az azt jelenti, hogy olyan 2 méter körül vannak a sírok a mai felszintől számítva. Nekünk már a markoló után csak egy 30 centitől lefele kell elkezdeni, vagy hát annyit minimum le kell ásni, de hát ha vannak mélyebb sírok, mert valakit mélyebbre tettek, akkor még többet. Ezen az ásatáson is teljesen változó, valahol egész fönt vannak, tehát hogy ettől a lenyesett felszintől egész közel vannak a vázak eltemetve, valahol viszont komoly mélységet kell még akkor ásóval, lapáttal lemenni, amíg elérik a feltárók a vázaknak a szintjét. És mi történik akkor, amikor eléritek tulajdonképpen a csontokat, akkor hogy folytatódik a munkátok? Hát amikor elérjük a vázak szintjét, ugye lemélyültünk ásó lapáttal, akkor jön a precíze finombontásos rész, akkor ugye átváltunk úgynevezett finombontó eszközökre, ilyenkor jön a régészeknek a kedvenc eszközeik, a spakli, az ecset, kanál, bármi, ami egyébként minél precízebb eszköz ahhoz, hogy a csontokról le tudjuk fejteni úgy a rátapadt földet, hogy az minél jobban kirajzolódjon. Egyébként mekkora területről van itt szó? És ez bővíthető-e, ez a terület? Hát itt ugye mi minden esetben, és itt is a beruházási területhez vagyunk kötve. Tehát, hogy a szakmai érdeklődés az sajnos megáll a beruházás szélénél, ebben az esetben is, és mindenhol máshol is hasonlóan. Itt ez most is nagyon jól látható, ugye a MOL benzinkút és a mostani parkoló mellett, ez olyan 3000 négyzetméter most, ami le van szedve róla a humusz. Aztán, hogy a többi részével mi lesz valamikor, merre folytatódik a beruházás, az a jövő kérdése. Nekünk most ennyi van kitűzve. Azt nagyon jól látjuk, hogy a temető nyilvánvalóan húzódik tovább. Tehát a vasúti villasor út alá, a 11-es út felé. Azt már korábban is tudtuk, az Árpád utcából volt egy temetkezés, ami előkerült egy építkezés során. Tehát feltehetőleg ez a 11-es főút és itt a hévállomás közti nagyjából ilyen háromszög alakú területen itt mindenhol számolhatunk az avartemetőnek a jelenlétével. Tehát akkor ez tulajdonképpen egy kisebbik része csak, ez, valószínűleg. Igen. Hát itt ugye ez a 200 valahány sír, ami most éppen még részben feltárás alatt van, de nagyjából hát olyan 201 nehány lesz belőle, mire vége lesz, 250 körül talán. Mostani satszolásunk szerint ez nyilvánvalóan egy ilyen jó nagy, tehát egy ilyen 1000 sírosnál nagyobb temetőnek az egyik széle. Mert hogy a lakópark felé nem folytatódik tovább a MOL benzinkút és az autószerviz mögött most így van egy éles határvonal, ami után nincsenek sírok. Ez egy pár méter most a mi esetünkben, amit nem kell feltárni, de arra feltehetőleg ott a temetőnek a széle mostani ismereteink szerint. Viszont a másik irányba, a 11-es útfele meg biztos, hogy folytatódik, mert a terület szélén ugye a sírfoltok mennének tovább, csak mi nem tudunk utána menni. De hogyha itt egy ekkora kora varkori temető van, akkor településnek is kellett lennie valahol a közelben, erről van valami információ? Hát az, hogy volt település, arra ilyen szorványos információink vannak, az én ásatásom volt például a vízművek területén,
ahol egy új iszapodó medencét létesítettek egy 10-12 évvel ezelőtt. Ott avartelepülés nyomok kerültek elő, tehát konkrétan telepobjektumok kerültek elő. Ezek az ilyen köralakú szemetes gödrök, házfolt sajnos nem volt, de rengeteg vashulladék mi egymás került elő, úgyhogy nyilvánvalóan ott a települést azt valahol azon a részen kell részben keresnünk. És hát az sem kizárt, hogy ugye a temető, hogy ma is ez a közösségnek az életében az összetartó erő. Tehát nem biztos, hogy egy nagy, óriási várost kell elképzelnünk, vagy egy ilyen városias, hatalmas települést. Az is lehet, hogy több településnek az elhuntai fekszenek itt ebben az egy nagy temetőben. És mit tudhatunk róluk, a korralvarokról, erről a népcsoportról? Hát ez egy nagyon... nagyon nehéz időszak, nem véletlenül hívják népvándorláskornak, mert hogy ugye ebben az időszakban minden népcsoport jött-ment, és hát igazából pontos információink olyan esetben vannak, ha valami olyan ellenállásba ütköztek, ami említésre méltó volt a kortörténetírói számára, illetve a koravarkorban nagyon klasszikusak még ezek a Bizánc felé tartó kapcsolatok. Tehát kelet felől jöttek be, ezt nyilvánvalóan tudjuk, és a bizánci birodalommal olyan értelemben szoros kapcsolatokat ápoltak, hogy nagyjából így a legegyszerűbb talán úgy megérteni, ha úgy képzeljük el őket, mint a honfoglaló magyarokat. Tehát, hogy egy ilyen katonáskodó lovas név volt, akik részben zsoldban harcoltak mindenféle, aki meg tudta őket fizetni, ez többnyire akkor ugye a bizánci, mint egy erős birodalom, illetve hát magát a bizánci birodalmat is ők tudták így finoman vagy csúnyán mondva sanyargatni, tehát hogy szedtek tőlük adót, védelmi pénzt, ha úgy tetszik, ahogy a klasszikus honfoglaló magyarok, csak hát ez egy picivel korábban volt. És mi alapján tudjátok datálni ezt, hogy 6. század? Hát rengeteg más ásatás is van, például itt a közelben van a budakalászi temető, amit már teljes mértékben feltártak, az is egy ilyen, azt hiszem 1600 síros, tehát egy meglehetősen nagy avar temető, és ott a síroknak egy jó része nem volt kirabolva. És a bizánci ékszerek, azok nagyon jó datálóak, de hát legjobban a pénz. Tehát, hogy ott is, mint ahogy a római korban, ugye az uralkodó saját pénzt veretett, ami csak akkor forgott, és ez egy, ha egy ilyen bekerül egy sírba például, egy pénzérme, akkor az nagyon klasszul datál, mert tudjuk, hogy annak a pénznek a verése után valamikor kell keresnünk azt az időpontot, amikor ez még forgalomban van, és mondjuk betették az elhunytal a sírba. Na, de itt még nem találtatok pénzérmét, ugye jól tudom? De mi késik, nem múlik meg. Van hátra a fele legalább az ásatásnak, úgyhogy még lehet bármi. Találtunk már egyébként néhány olyan tárgytípust, ami utal arra, hogy koravarokról van szó. Tehát ez az egy-két fülbevaló típus, például találtunk gyöngycsüngős fülbevalót, ami mondjuk már inkább középavar időszakban megy föl. Találtunk íjnak a csontmerevítőjét, ami elég tipikus koravar tárgytípus. Meg néhány olyan kisebb bronz töredéket, préselt lemezeket, amik erre utalnak. De ezeket is mind bolygatott kontextusból, tehát csak így feltételezzük, hogy esetleg mire használhatták, vagy eredetileg mi lehetett a funkciójuk. Milyen kár, hogy ezek a sírrablók ilyen alaposan dolgoztak. Sok esetben nagyon alaposan, igen, sajnos. Visszatérve, Enikő, az előbb említetted, hogy milyen aprólékos munkát végeztek, és hogy mi történik azután, hogy letisztogatjátok és kiemelitek a csontokat, hova kerülnek, meg ha jól tudom, rajzoltok is, fotóztok is, ez hogy megy ez a munka? Így van, hát próbálunk minél alaposabban dokumentálni, mert amit itt nem dokumentálunk, és esetleg nem veszünk észre, nem rajzolunk, nem fotózunk, nem írunk le, minél aprólékosabban, az onnantól kezdve megsemmisült. Szóval a folyamatunk az alapvetően az, hogy miután kibontottuk a vázat, mindent fotózunk, a vázat, külön a tárgyakat, hogyha van a mellékleteket, mindent 1:10 méretarányban rajzolunk, esetleg még kisebb, mondjuk 1:1 méretarányban, hogyha esetleg valami ezt megkívánja. Ezután ugye pontos leírás készül, majd a vázakat ugye megfelelő szakszerű módon felszedjük, becsomagoljuk, és akkor utána jönnek a további utómunkálatok, ami már mondjuk a sírgödör szerkezetére vagy temetkezési szokásokra vonatkozik. És hova kerülnek egyébként a leletek? Hát a leletanyagok bekerülnek a múzeumnak a raktárbázisára,
Első körben mosás történik, minden esetben a tárgyakat megtisztítják, nyilván a fémtárgyakat nem mossuk, utána elmennek azok a tárgyak a restaurátorhoz, ami rátartozik, tehát a kerámia edény, fémek, a csontokról pedig az antropológus fog majd véleményt mondani, megpróbáljuk így egybe kezelni ezt a temetőt, és hát aztán ilyen nagy reményeink vannak, hogyha már ez egy ilyen gazdag temető, és érdemes vele bővebben foglalkozni, akár cikkek, előadások, tanulmányok formájában, hogy szeretnénk egy DNS vizsgálat sort is majd a jövőben végrehajtani ezeken a vázakon, és összehasonlítani, mert a DNS vizsgálatok, bár nem sok lelet van a temetőben, de a DNS vizsgálatok jelentős tudományos eredményeket fognak hozni. Tehát azon túl, hogy mondjuk egy ilyen családi nemzetségi kapcsolatot ki lehet mutatni a temetőn belül, de a távolabbi kapcsolatokat is fel tudjuk majd térképezni, például akár a budakalászi temetővel, vagy akár kelet felé a vándorlásnak a kiindulása irányába, hogy honnan származhattak, kik a rokonaik, milyen módon kerültek ők ide, és hát mivel szerencsésen, bár nagyon sok sír össze van dúlva, de nagyon sok koponya van, ezért így a fogakból is jelentős eredményekre tudunk majd következtetni, tehát hogy mit ettek, milyenek voltak a hétköznapjaik, és egyáltalán hogy éltek. Ez nagy szerencse, hogy a csontokból is ilyen sokat meg lehet tudni, főleg, hogyha ilyen kevés melléklet van, mint itt Szentendrén a rablás miatt. De arról már első ránézésre van következtetés, hogy férfiak, nők, gyerekek voltak-e, illetve hogy milyen életkorúak lehettek, akik itt nyugszanak? Megközelítőleg azért meg lehet állapítani, így régész szemmel is ránézve, hogy nyilván a férfiaknak azért látszik, hogy azért robosztusabb csontjaik vannak, a nőknek azért látszik, hogy sokkal filigránabb, vékonyabb, hát a gyerekeknél meg nyilván egyértelmű. Gyerekeknél azt már így antropológus nélkül nehezebb megállapítani, hogy pontosan mondjuk még egy kiskorú gyermek, vagy már mondjuk egy kicsit idősebb, kamaszodó fiatalról van szó, de azért így első ránézésre az alapinformációkat, azokat meg lehet állapítani. Feszített a munkatempó, hiszen ide fog felépülni majd az új spáráruház. Meddig dolgozhattok a területen? Hát hivatalosan a jogszabály szerint úgy van, hogyha ez a gépi földmunka befejeződött, akkor 30 munkanapunk van. A 30 munkanapot azt úgy kell érteni, hogy feltárásra alkalmas nap, tehát hogyha nincs eső, hó, fagy, egyéb ilyen esetek. Ezért igazából részterületenként haladunk most. Próbáljuk azokat az érdekeket szem előtt tartani, hogy mondjuk ami sürgős a beruházás szempontjából, az legyen készen. Szerencsére itt nagyon jó a kapcsolatunk a beruházóval, és hát látták, hogy ugye ez nem ideális idő az ásatásra, azért egy feltárást, a legjobb idő az tulajdonképpen a tavasz vége meg az ősz eleje, amikor még nincs nagyon meleg, és már csapadék sincsen annyi, hát ebből most jól kicsúsztunk. A nyár sem rossz, mert akkor csak meleg van, de még az ellen viszonylag könnyű védekezni ruhával, meg italokkal, de hát ez az időszak, ez nem nagyon kedvez az ásatásnak, mert ha esik egy nap, akkor ugye két napig állni kell, mert hogy a sárba se lehet dolgozni. Itt a beruházó most szerzett sátrat, ami nagyon sokat segít, mert hogy hát alatta meg tud száradni a terület, és akkor lehet rajta dolgozni, illetve hát ilyen légbefúvót is hoztak, úgyhogy a hőmérséklet is egy darabig még így oké. Próbáljuk minél előbb befejezni a munkát. Nagyon nehéz végdátumot mondani, mert hogy nem látunk bele a sírokba. Tehát hogyha a kirabolt sírokkal tudunk egy tempót tartani, ha rengeteg mellékletük van, akkor ez nagyon le fog lassulni. Tehát hogyha nem kirabolt, akkor ez bár szakmailag nagyon jó, de a tempó szempontjából kevésbé. És hát ugye, amíg meg nincs vége a gépi földmunkának, addig meg nem tudjuk, hogy hány sír van, úgyhogy ezért is nehéz satszolni. Akkor mit is kívánhatnék? Jó időt kívánok a hátralévő hetekre a munkátokhoz, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, elfogadtátok a meghívást. Nézőinknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A Borsos-Lőrinc alkotópáros új A jövő gyermekei című kiállítása a spekulatív valóságok létrehozására tesz kísérletet. Összeállításunk következik. Borsos-Lőrinc nem egy,
és nem kettő. Nem férj és feleség, nem művészet és antiművészet, hanem mindezek ragályos terjedése és keveredése. 2023 utolsó kiállítás megnyitóján vehettek részt az érdeklődők múlt hét szombaton a Művészetmalomban. A Jövő gyermekéhez című tárlat a Borsos Lőrinc alkotópáros kísérletező összeállítása. Miklósvölgyi Zsold, a kiállítás kurátora, Nemes Z. Márió költő soraival nyitotta meg a rendezvényt. A kiállítás két kiállító művésze, Borsos Lőrinc művészpáros, azaz Borsos János és Lőrinc Lilla. Az itt látható kiállítás címe pedig a Jövő gyermekéhez. A kiállítás alapvetően, bár meglehetősen apokaliptikus hangulattal indít, alapvetően mégis egy művészeti kísérletezésnek, egy új világépítésnek egy szintere egyúttal. Két fő elemből áll a kiállító tér. Az alsó rész ez az úgynevezett sötét apokaliptikus hangulat, ahol voltak éppen egy világégés utáni technotörzsnek a ritusaiba és kelléktárába nyerhetünk bepillantást. És akkor innen a lépcsőn fölfele haladva a második és az első emelet között van egy félszint a galéria, annan rá tudunk tekinteni a kiállítás egyik központi elemének is tekinthető építkezési állványra, ami voltak éppen virtuálisan meg is hosszabbodik a harmadik szinten, ahol pedig egy gipszkartonból épített világító installációs elem, az, ami tulajdonképpen a fő fényforrása a különböző szobrokat, tárgyakat, intervenciókat tartalmazó felső kiállításnak, aminek van egy sokkal emelkedettebb hangulatú, izgalmasabb, színesebb, ha tetszik, a művészpárosnak a legújabb kísérletező jellegű munkáit tulajdonképpen valamiképpen közre adó vagy bemutató része. A Jövő gyermekéhez fordulópontnak tekinthető az alkotópáros művészetében. A korábbi politikai és társadalom kritikus, majd az önmitizáló és önelemző munkák után Borsos Lőrinc most új, spekulatív valóságok létrehozására tesz kísérletet. Ezt úgy is lehetne nevezni, hogy itt egyfajta világépítésnek leszünk a szem, fül és egyéb érzékszerveinkkel a tanúi. Ennek az a lényege, hogy van az egész térbejárásnak egy dramaturgiája. Ha tetszik, ez egy folyamatos különböző lehetséges világoknak a felnyílása, és tulajdonképpen ugye a drámai logika az, ami a sötétből a világos irányába mutat, vagy ha inkább ilyen szín metaforával szeretném a sötétből a sokszínű irányába. A kiállítás megnyitón Skiff és Macskalány zenés performanszát hallgathatta meg a közönség. Az előadók igazán sötét, világvégét idéző atmoszférát teremtettek a múzeum falai között. Páros, nem túlzás azt mondani, hogy a kortárs magyar képzőművészet egyik meghatározó művészeti formációja. Lassan több mint 20 éves karrier alatt most már úgy lehet látni, hogy egy tekintélyes, méretű és meglehetősen izgalmasan tagolódó életmű bontakozik ki, aminek remélem nem marketing túlzás, hogyha azt mondom, az itt látható kiállítás egy fontos mérföldkőnek tekinthető. Mindenekelőtt a kísérletezés formai, tartalmi, művészi, de ha tetszik, emberi aspektusaiból is nézve. Nagyon érdekes volt azzal szembesülnem, hogy azért egy rendkívül személyes kiállítás, ez lehet most meglepő itt ebben a sötét technobunker, posztapokaliptikus kínzókamrában ezt így látni, de ez egy meglehetősen személyes kiállítás is.
de nem személyeskedő. Tehát a személyesnek egy olyan általános elmenése ez, ami úgy érzem a művészeti kifejező erőnek az egyik legnagyobb, hogy mondjam, feladata, hogy ilyesmikhez nyúljon. Illetve ami még fontos, hogy megjegyezzük, hogy a művészetnek sokszor szokás mindenféle küldetést rendelni, vagy mindenféle küldetést delegálni a művészethez. Például, hogy tükrözze vissza a valóságot, vagy éppen fejezze ki. És viszonylag sokat kellett várni ahhoz, mondjuk így a 20. századig, hogy a művészetnek egy olyan szerepe is legyen, hogy világokat teremtsen. A modernizmus például a világokat szeretett volna teremteni a semmiből. Itt is világok teremtődnek, de itt már egy letűnt világ romjai. A kiállítás egy formailag kötetlenebb művészi nyelvet teremt. A díszletszerű installációkból építkező terek és tárgyak egy különös, alternatív valóságba engednek bepillantást. Nem lehet elsőre eldönteni, hogy vajon mi alapítottuk-e azt a jövő gyermekei számára, vagy éppen ők építették nekünk. Valóban van a Borsos-Lőrinc művészpáros korábbi művészeti gyakorlataiban is a különböző vallásos művészeti korszakoknak, tehát legyen mondjuk a középkori ikonfestészetnek egy nagyon fontos szerepe. Ugye itt ebben az értelemben elsősorban nem a fizikai lumen, hanem az isteni lux, és illetve a kettőnek a kapcsolata az, ami kifejezetten izgalmas. Különös tekintettel ajánlom éppen ezért az Urunk színeváltozása című 7 részből álló festménysorozatot, ami a kiállítás második szintjén látható. Itt alapvetően középkori ikonfestészeteknek, festészeti eljárásoknak van egy bevett szokása, hogy Krisztus ábrázolásához hozzátartozik egy ilyen glóriafény, ami hátulról sugárzik széllyel. Itt a művészek elsősorban magára erre az elemre, ennek az elemnek a variációira figyeltek fel. Mégsem tekintető vallásos tárgyú kiállításnak, itt ez egy sokkal inkább, mint már említettem, a művészet kísérletező erejét bemutató és azt ünneplő, a művészeti kísérletezést éjjelző tárlat, ami itt látható. Közel 10 éve dolgozunk együtt különböző formákban, ami alatt azt értem, hogy van, amikor ők kurátortársakká, van, amikor én alkotótársá, vagy különböző formációknak is tagjai maguk a művészek is, így például a Corporation alkotócsoportnak, vagy például az itt is majd bemutatkozó Légió kollektívának, és akkor tulajdonképpen ezek ilyen fúziók keretében mindenféle kollaborációkat szoktak eredményezni. Borsos Lőrinc a Jövő gyermekéhez című kiállítása 2024. január 21-éig látogatható, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között a Művészetmalomban. Kelláref János Immanuel vendége Koltai Róbert Jászai Mari díjas színművész volt a 99. Csevei Immanuel esten. A sokoldalú művész Gál Ildikóval közös Koltai 80 filmes könyvéről is mesélt a szentendrei közönségnek. A Hanvas Béla Pest megyei könyvtár aulája zsúfolásig megtelt nézőkkel a Csevei Immanuel estek 99. alkalmán. Koltai Róbert december 16-án tölti be 80. életévét. Élettapasztalata által megérlelt gondolatait, hol elmélyült figyelemmel, hol kacagva hallgatták a szentendrei nézők. Nosztalgia, humor, versidézetek és kulisszatitkok kísérték a kötetlen beszélgetést. Hát ez a 80 év, ez még nincs itt, mert csak december 16-án lesz, csak a könyvnek a megjelenése az siettette picit, hogy előbb elkezdték ezt emlegetni, meg ünnepelni. Én még mindig nem hiszem el még a 70-et se, a 60-at se. Én még mindig ugyanannak a fiatal embernek érzem magam, aki itt
Szentendrén a szabadtéri játékokon annak idején a KVH-sz, Goldoni KVH-sz című darabjában. Az volt az egyik első bemutatója Szentendrei nyárnak, Zsámbéki Gábor rendezésében, és remek kollégákkal játszhattam. Az est házigazdája Kelláref János Imánuel gondosan áttanulmányozta Koltai Róbert munkásságát, akinek nevéhez komikus és drámai szerepek egyaránt kötődnek. Szerepformálásaiban gyakran merít környezetéből, önreflektíven, éles látással és páratlan ritmusérzékkel formálja szerepeit. Nem rettenti meg a paródia műfaja sem. Nagy az izgalom. Most talán egy csöppet több is, mint szokott lenni. Nagyon sokan regisztráltak, de hát látni, hogy most már nagyon sokan is megtelt az egész aula. Itt az utolsó napokban azért most extra sok munkánk volt. Az utolsó pillanatban helyszínt is kellett változtatnunk a nagy érdeklődésre való tekintettel. De hát igazából úgy készültem, mint legtöbbször. Én ilyenkor azon a héten, amikor érkezik a vendégem, már abszolút ráhangolódom, tehát olyan filmeket nézek, olyan előadásokra járok, úgyhogy igazából ez mindig egy nagy öröm a készülődés is. A klasszikusokat újra nézi az ember, még akkor is, hogyha ezeket azért tényleg több százszor látta. Megpróbálok olyanokat kérdezni, ami nagyon népszerű tevékenységéhez kötődik, a nagy filmjeihez, vagy a nagy alakításokhoz, illetve talán olyat is, ami nem mindig hangzik el. Ezen próbálok majd így lavírozni. A személyes történetek közt Koltai Róbert atyai örökségéről is megemlékezett az előadáson. A művészi pályához való affinitását édesapjától kapta, aki csodálatosan szavalt, idézte fel. A színész egy Petőfi Sándor verssel tisztelget emléke előtt. Apukámnak mennyit köszönhetek, hogy ezt kezdtem elmondani. El is mondanám azt a verset, bemelegítésképpen, hogy feloldódjunk, amit szerintem ő, hát amíg élt, mindig mondott, és gyönyörűen. 200 éves Petőfi Sándor, mint tudják, a Petőfi vers, a János Vitéz például fejből tudta az egészet. Petőfi Sándor Péter bátyja. 10 katona esett a helységre. Nem volt szükség fogdosó kötélre. 20 legény ment maga jó szántából, zászló alá az Eke szarvától. Hogy ne mennénk örömest, mikor kell? Aki nem megy, hitvány, gyáva, korhely. Nem királyért hadakozunk mostan. A hazáért fogunk állni sorban, nem királyért, sőt, a király ellen, akit Isten is mindörökké verjen, verje meg úgy, amint ő akarta, hogy igába jussunk mi, s nyomorba. Te éretted megyünk a csatába, nemzetünknek drága szabadsága, megyünk 20-10 helyett, és ha kell, utánunk még kétszer annyi jön el. És összeálltak indulásra készen, az újoncok a falu közepében. Körülöttök, fiatalok, vének, hát gyülekeznek, búcsúvétel véget. Az anyák, ez a természet rende. Isten őket már így teremtette, s ők szegények erről nem tehetnek. Hát az anyák szörnyen keseregtek, sírtak, ríttak, mint az őszi felleg. Fiaiknak, hogy elmenni kellett, elmenni ők, és még oda pedig, ahol a halál vendégeskedik. Koltai Róbert pályáját a kaposvári Csiky Gergely Színházban kezdte 1968-ban, majd a Pécsi Nemzeti Színház és a Nemzeti Színház tagja volt. 1980-ban visszatért a Csiky Gergely Színházba, ahol 1993-ig játszott. Rendszeresen hallható volt a Rádió Kabaréban, emlékezetes tanár paródiái mellett, leginkább az illetékes elvtárs figurája kötődik hozzá. Említettük az illetékes elvtárst, nekem abból egy műegyetemi felvétel otthon meg is van, még szállóigét is őrzök belőle annyira. Melyiket? Amikor kérdezi valaki, hogy nem-e
nem-e tudna megmondani, és akkor te azt reagálod, hogy hű, hát így egyetemen így kérdezni, meg-e mondjam-e akkor a választ erre? Ez rémlik. És ez igen. A meg-e mondjam, ezt azóta használom is válaszként, hogy igen, mert az meg-e válaszoljam-e. Az illetékesnek az volt a titka, hogy mindig kihasználtam pont az ilyen hibákat, bűnöket, mármint színházi bűnöket, hogyha valaki nem értelmesen és helyesen beszél magyarul, akkor elkezdtem, rászálltam az illetőre. De hát ebből nem mindig jöttem ki jól, mert amikor például kérdezik tőlem, hogy én még mindig a kollégáim nagy része, mint Kossuth Díjas. És akkor el szoktam mesélni, hogy mert sajnos bementem egy emberrel a színpadra, mint illetékes. És megkérdeztem tőle, hogy mi olyan kispartás, egy illetékes figurából, mi olyan kispartás, te akarsz miniszterelnök lenni, előbb nőjél meg, aztán se te leszel. És ezért nem nagyon csodálkozhattam, hogy már mindenki Kossuth Díjas az osztályból, nekem sikerült az illetőt így kifognom. De ott nem volt ezzel probléma, mert amikor az ember színpadra lép, akkor nem érdekli semmi, csak az, hogy siker legyen, megszülessenek a pillanatok, akár a saját maga, vagy a partner rovására. Most miért nézel így? Nem is hiányzik a Kossuth Díj? Miért hiányozna? Mi a siker neked? Mi az igazi siker? Hát az, hogyha egy ilyen szép teltház ilyen szeretettel figyel, és tudja, hogy miről beszélek. Tehát tudja, hogy kiről beszélek, pedig nem mondtam nevet. Néha mondanék. Hát ez egy figura, egy osztálytársamról csináltam, akit Berki Antalnak hívtak, a színművészetén együtt jártunk, és ő kicsit furcsán tartotta a száját, de én nem tudtam, hogy ebből majd lesz egy illetékes figura. Csak fölléptünk a Közgáz Egyetemnek a szilveszteri műsorba felléptünk a Közgáz Egyetemnek az ebédlőjében, a Verebes Istvánnal, és elég jól sikerült a fellépésünk, szilveszteri felvétel volt, és már mentünk volna ki, de úgy tapsolt a közönség, hogy a Farkasházi meg a Marton Frigyes visszaküldött minket, hogy hát még tapsolnak, menjetek vissza. No, de nem volt megbeszélve, hogy mit csináljunk. És akkor ijedtem be, fölvettem ezt a figurát, ezt az osztálytársamról, aki a Petőfügyen, Tizna. Volt egy Berki nevű osztálytársam, és amikor őt parodizáltam, akkor így tartottam a szám, mert neki így lefelé konyuló szája volt, már nem él szegény. És visszamentünk, és akkor a Verebes azt kezdte rögtönözni, hogy én egy szakszervezeti vezető vagyok, akitől sok minden függ, és akkor kínomba fölvettem ezt a figurát, és akkor így maradtam 20-valahány évig. Most már bánom. Ez a paródia pedig a Súlyok Mária tanárnő beszédóráján született, mikor a Berki fölment, és akkor kérdezte a tanárnő, hogy na, készültél? Mi mindig készülök, tanárnő, kérem. Így tartotta a száját egyébként, ez az osztálytársam. Hát akkor halljuk. Szóval mit? Miért? Mi volt már? Mi volt már? Én mondjam meg. Hát a Tisza. Tisza, jó, hogy nem az anyám tyúkja. Többiek már József Attilát, Apollinert, Adit, Baudelaire-t mondani, mindig a Tiszába tocsogok. Jó, én elmondhatom a Tiszát is. Petőfi Sándor, Tisza. A rögőket megjegyzem magamnak, ne félj. Tanárnök, tessék már egy kis fegyelmet tartani. Egyáltalán annyira férfias a tanárnő is ma.
Pető Sándor! Na. Hirtelen belevághatok a Tiszába, így ahogy vagyok? Abszolút. Pető Sándor! Na. Most már azt csinálsz, amit akarsz, most már itt van minden. Pető Sándor! Na. Szöveget tudom, nem ez a problémám. Megvan. A rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy igen, a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mint a szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Hát ez a Duna. Az országos ismertséget Koltai Robert számára a filmes munkássága hozta meg. Felejthetetlen alakítást nyújtott Gyuszi bácsi szerepében a Sose halunk meg című édesbús filmben, amelynek rendezője, forgatókönyvírója is volt. Egyebek mellett ezeket a tapasztalatokat osztja meg az olvasókkal, Gál Ildikóval, kedvesével és alkotótársával közös Koltai 80 filmes könyv című frissen megjelent kötetében. Gál Ildikó írta. Ő megkereste azokat a kollégákat, akikkel együtt dolgoztam. 9 filmet rendeztem, de ez nem csak a rendezéseimet foglalja magába, hanem a nagyobb szerepeket is, filmszerepeket. És olyan filmrendezőkkel beszélgetett, olyan kollégákkal, akik foglalkoztattak engem, és meséltek sok mindent. Hát nagyon izgatottak vagyunk, mindig egy új könyv, minden új dolog. Egy kicsit váratlan, kicsit meglepő. Én bízom benne, hogy nagyon szeretni fogják az emberek. Adásunk végén következzen programajánlónk. Az adventi hétvégéken színes programokkal várja az érdeklődőket a Turinform iroda. Lesz kiállítás, az NKA 30 összművészeti tabló képeit láthatják majd, illetve mézes kalács díszítésben is kipróbálhatják magukat. Ennyi volt mára a Művészváros munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!